képzeld el, amely minden kor zenéjében otthonosan mozog, amely nem egy valami mellett kötelezi el magát, hanem kellően rugalmas, nyitott, érdeklődő. Az ide vezető utat követhették, hiszen fesztivál zenekar koncertjein, például amikor Haydn műveket adtunk elő, vagy Mozart darabokat, Beethoven műveknél is gyakran feltűntek naturkürtök, naturtrombiták, naturtimpani, tehát volt már kísérlet arra, hogy stílushűen adjuk elő ezeket a darabokat, de itt most valami teljesen újról van szó, mert a teljes vonóskar és a fúvóskar is mindenki a zenekarban eredeti korabeli hangszereket fog játszani. Hónapok, sőt szinte évek óta folyik a megfelelő hangszerek, húrok beszerzése, hogy minden erre az október 1-i első koncertre készen áll. És amikor elhatároztuk, hogy ezt csinálni fogjuk, akkor felkértük ennek a sorozatnak a vezetésére a régi zene egyik pápáját, lehet mondani, Reinhard Goebelt, akiről ugye tudni kell, hogy ő alapította és 33 éven keresztül vezette az Ensemble Musica Antica Köln. Also das Interessante daran, aber auch das Schwierige, ist natürlich ein so wunderbares Orchester jetzt in einer relativ kurzen Zeit also auf einen Level zu bringen, der dem Orchester entspricht. Tehát ez valóban egy nagy kihívás, mert viszonylag rövid idő alatt kell megpróbálni egy ilyen nagyszerű zenekart olyan színvonalra felhozni ebben a barokk előadásmódban, amely a zenekar maga színvonalához méltó. Számunkra ez egy óriási élmény és egy nagy kihívás, és úgy gondoltuk, hogy ha már minden stílusű, akkor olyan részletekben is legyen az, hogy például most az első koncertet, amelyek a Bach család zenéje a témája, egy nagyon érdekes kantátát is, a La Tempesta című kantátát elő fogjuk adni, akkor erre is a legautentikusabb módon kerüljön sor, ezért egy kiváló barokk gesztika koreográfus, belga szakember Sigrid Hofftot hívjuk el, aki betanítja az énekesnek, kontratenor stílusűen fogja előadni ezt a gyönyörű kantátát, azokat a barokk mozgásokat, gesztikákat, ahogy ezt a barokkorban csinálták. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas sorozat első állomása lesz a következő vagy jövő év áprilisában. Délió, ha komolyan szórakozik.